Hopp, igen, sárlak. Hopp. Gyere. Nézd rám, Jónas, nézd ide. Mindjárt fogalom, segítek mindenkinek. Nézd ide. Hoppa. Nézd ide, hadd lássalak. Na, jó napot kívánok! Jó napot, Tamására! Gyere, itt van, másikat is. Jó, most összehúzunk, fordulj ide! Gyere, köszönünk a polgármester úrnak! Megmutatom neked a polgármester úrnak, jó? Tiszteltem! Jó napot, örülök! Szívemből üdvözlök, és Tusnád után itt is találkozhatunk. Igen, örülök, hogy ide elhozott végre a jósolat. Sose jártam még maguk. Ígéret volt a kedves felesége részéről, de hál' Istennek valóra vált. Megkérem szépen, tisztelnök úr, hogy külföldi épületben tartjuk. Esetleg egy mindjárt rögtön, csak vissza kell szegedni. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt van. Hát én is így jövök vele. Gyere, Anni! Köszönöm, kezét csókolom! Kezét csókolom! Köszönöm, én is! Jó napot kívánok! Tiszteletem, Orbán Viktor, jó napot! Ismerem mindenkit! Jó napot, tiszteletem! Van képem is az elnök úrról! Köszönjük a Jézus Krisztus! Köszönöm! Isten hazud! Köszönjük! Kihasználom az alkalmat, mert még egyszer ilyen szűk körben és ilyen csendben nem leszünk most, hogyha lemegyünk ugye a 2500 gyerek közé, ott egy ilyen általános moraj fog fogadni minket, ami külön érdekes. És szeretném üdvözölni körünkben Böjte atyát, az elnök urat, és családját, kedves családját, gyerekeit, és persze ne feledkezzünk meg, akik majd a hangulatot is fogják nekünk biztosítani. Jó szerencsét! Isten hozta mi nálunk, éppen egészségesen érkezzünk is ki a bányából. Minden jót! Böjte atya, köszönet érte a mai napért és a sok-sok napért, amit a szegények, a rászorultak, az elesettebbek, de mindenki érdekében cselekszik és tesz, és köszönet mindazoknak, akik segítséget nyújtottak ebben, akik lehetővé tették, hogy az így legyen, és adjon jó Isten, hogy ezek és ehhez hasonló cselekedetek, tisztelt elnök úr, a nemzet egybekapcsolását jelentsék határokon innen és határokon túl. Annak idején egy évet én is voltam bányász, és mindig úgy köszöntöttünk, hogy szerencse fel, akkor bementünk. Úgyhogy akkor köszöntsük egymást, így induljunk talán útra, nem? Igen, itt vár is minket az autóbusz. Igen, és akkor... Buszra kell menni? Igen. Nyáron Tusnádfürdőn voltam a Böjte atyánál, nem csak a táborban, ott van egy árvaháza is. És ott találkoztunk, és említette, hogy lesz ez a karácsonyi alkalom, és örülnének, ha eljönnének. Mondtam, hogy én el tudok jönni, de lehet, hogy csak a családdal együtt, mert karácsonykor már az ember, a karácsony adventjében már az ember nem nagyon mozdul egyedül szívesen. Úgy történt a dolog, hogy kaptam egy díjat az év elején, a Fonogram díjat az év rocklemezéért, és az azzal járó pénzösszeget azt felajánlottam a Dévai Árvák Alapítványa számára, és akkor a Csaba testvérre találkoztam, pedig én nem akartam ilyen publikus dolgot, de publikus annyiban lett, hogy ő eljött hozzám, hogy megköszönje. Ami egy nagyon furcsa helyzet, mert én úgy gondoltam, hogy én szívesebben köszönném, hogy ezt egyáltalán lehet. Na mindegy, ez egy hosszú történet. A lényeg az, hogy akkor szó esett arról, hogy nem lehetne szorosabbra húzni a szálakat, ha már ilyen adakozó kedvemben voltam, stb. És akkor beszélt arról, hogy itt lesz egy ilyen ünnepség. Itt vannak mögöttünk az ő. Na, hál' Istennek. Mondják, hogy meglátták a csóbányába, hogy milyen. Jöjjön, az atya, képzeld, az atyának sok száz gyereke van.
akiket elhagytak a szülők, vagy nem tudnak róluk gondoskodni, az mind az atyához kerül, ilyen kisgyerekek, mint ti, akiknek nincs otthon helyük, az atyához kerül, és atya gondoskodik róluk. Egy nap előtt hoztak egy egyéves, négy hónapos fiúcskát. Nálunk egy rózsat, jött oda, ott anya, hogy a róza menjen el, a lábát nem mozdít. Nagyon ügyes. Akkor onnan indulunk, azért oda jutunk vissza. Itt minden sóból van, a padló is, a plafon is, minden sóból van. Halak is, aló felül, minden sóból. Jó napot! És a körülményekhez képest türelmesen hallgatják és nézik végig majd a produkciót. És ugye ezek különösen fenyelmezettebb gyerekek, mint a magyar gyerekek odahaza. Meg hát a gyerekprodukciók azok mindig különlegesek, mert az ember mindig izgul neki, hogy sikerüljön, nehogy belesüljön, végig menjen. Az Ákos az pedig, hát én azt hittem eddig, hogy az Ákos lemezein az elektromos hangzás az hozzátesz a
hanghoz. De most rájöttem, hogy ez fordítva van, elvesz belőle. Egész meglepődtem. Minden hangszer nélkül, csak vokál, megismételhetetlen élmény, ott igen, és a gyerekek pedig énekel. Jöjjön. Köszönjük szépen. Csak jobb itt fönn. Csak jobb itt fönn. Isten, elfelejtettem, hogy gondolj kívánni a miniszterőnek, hogy nem volt egy egyszerűen. Köszönöm szépen. Polgármester úr, köszönjük szépen a lehetőséget, a megtiszteltetést, hogy itt láttunk. Köszönöm. Életünk egyik legszebb parancsra hozta a Sóvidéknek. Köszönöm szépen. Nekem személyesen is. Szép ünnepség volt, gratulálok hozzá. Mindig szeretettel visszavárjuk ide, haza. Szépen, köszönöm szépen. Isten áldja önt, nemzetét, egyaránt. Köszönöm szépen. Áldott békés ünnepeket kívánok, és Isten áldja önöket. Vigyázzanak magukra. Köszönöm minden szépen. Jót. Hajrá vagyok. Hajrá vagyok. Én azt hiszem, hogy ha valaki fölnevel egy gyereket, és az a gyerek elindul, és a jót tesz, minden egyes pohár víz, amit Isten nevébe ad, azt Isten nem csak annak a gyereknek fogja megköszönni, hanem talán nekem is, vagy nekünk is, akik gyereket neveltünk. Tehát ezért látom olyan fontosnak, hogy hogy mondjam, hát az élet felé forduljon az ember, és ne a halott dolgok felé, mert mit egy autó, az soha nem fog jót tenni az én nevembe, vagy nem fogja szebbé tenni a világot, de talán a gyermekeink által hát jobbá tudjuk tenni az egész környezetünket. Megkéstünk, vagy nem? Nem. Csaba, vagy előre közelebb, a kutya pakolunk belőle. Hozz vissza, hát gondolom előre ebédelünk, és aztán majd akkor körülnézünk. Már jönnek. Ott volt a kicsi mondjához. Sokan. És Kati néni is jönnek képezni. Sokan van. Keresem a többieket. Jó napot. A nevelőnéni bemutatjuk, ugye? Na, ki a nevelőnéni? Csak a magát, a Zsófi örülök, hogy látom, ő a Flóra. Mutatkozz meg. És ő pedig a Róza. Nevelőnéni. Gáspár, a nevelőnő, aki a fogadott a családban. Kaptam a nevelőnéni. És a Sári. Hello. Most úgy van, hogy itt... Na, sziasztok! Ki az Orbán lányok? Álljanak fel! Sziasztok! Szímea! Jó napot, kisasszony! Jó napot! Orbán, gyerekek, menjünk! Itt vagyunk! Jó napot, Orbán Viktor vagyok! Orbán kisasszony, jó napot! Szervusz! Hello, Kinga! Több mint 10 magyar állampolgárunk van, akik főállásban dolgoznak. Fog a helyet, ülj egy kicsit! És vannak Amerikából, és Ausztráliából, magyar. És magyarok? Persze! Jönnek ilyen felajánlásból? Németek is vannak, persze. Üljetek oda a lányok. Orbán. Levente vagy? Orbán Elvira. Orbán Viktor. Ők az Orbánok, itt öten, ők öten ide. Ő a Leventéknek a nevelőjük. Orbán Viktor, öntől fölfalkozik a fiúkkal. Igen, igen. És nehéz munka-e? Nem. Könnyű. Levente, rendezse le? Nagyon rendes, mindkét gyerek nagyon rendes. Igen. Igazából ebben a házban az is szép, hogy mindegyes tégla magyar gyermekek ajándéka, mert 2002-ben a Magyar Püspökkari Konferencia Nagybőjtben egy ilyen gyűjtést szervezett, és azt mondták, hogy emlékszem, hogy hát osszák meg a magyar iskolás gyerekek az uzsonájukat az erdélyi árva gyerekekkel, és úgy gondolták, hogy majd összegyűl valami édesség, és akkor abból hát évai árva gyerekeknek milyen jó lesz. És akkor kiderült, hogy 14 millió forint gyűlt össze ilyen 10 forintokból, 100 forintokból, ebből, abból, és akkor ideadták, és úgy gondoltam, hogy ezt talán több, mint uzsonára valós. Akkor vettük meg ezt a telket, ezt az ingatlant, itt egy ilyen olyan épület volt, ami hát ilyen kollektív számára volt, és akkor azt egész a fundamentumtól újraépítettük, és így született meg ez a Szent József otthon, úgyhogy ebben el is szép, és ezt most, ha nézik azok a gyerekek, akik annak idején 2002-ben adományoztak, hát én nagy szeretettel köszöntöm őket, és köszönöm a jóságot, és ezek a gyerekek azért lehetnek. Szép körülmények. És akik otthon vannak, és mekkorák? Az egyik 16 éves, másik 22 éves,
és a legkisebb 9 hónapos. Emlékszem, úgy voltak, hogy egy kórházba idehozták össze, de az apukájuk nagyon meg volt hűlve, TBC-s volt. És kérték, hogy fogadjuk be ide, de nem mertük, meg gondoltuk, hogy ők is beteg, és akkor bekerültek a... Hol voltak a kórházban? Gernyeszeges. Hát bizony, ott voltak, és mi az, a szülők vitték oda, nem mi. És mi azt hittük, hogy el is vitték. Aztán húsvét után, tehát elmentük, hogy megnézzük, hogy egyáltalán, hogy mi van velük. És akkor mondták, hát ők mindig a kórházban vannak. És elmentünk a kórházba, és akkor én sose láttam még addig őket. Akkora öröm volt, hát ott, hogy most jött valaki utáluk, mert szeptembertől nem látogatta őket meg senki a kórházban. És akkor, hát úgy, akkor... Ott a nagy örömünkben, hát egyszer hoznak 5 papírt, és ki volt töltve, a kórházban kiadták őt, és egyenesen idehoztuk, és azóta itt van. És hogy van elosztva a helyetek? Egy szobában voltok? Mi 3-an, igen, de ők 2-en is. Kisasszal nevelőt tanálok. Egyedről. Igen. Egyedről. Hoztunk olyasmit, amit mindenkinek hoztunk. Köszönjük szépen. Egy mézes kalács. Odaadok be? Figyelj, de megy a fa alá. Akkor... Marika, mi a fiúk? Lehet, ezt te ne vegyél belőle. Jó kis marad is, hát Isten. Nem mertem kirakni, majd kirakjátok így rá. Mindent is fogom majd rá a mézes fejét. Mi sütettük? Te is segítettél? Majd 23-án. Orbán gyereket nem hoztunk még. Ki a 4 éves? Timi. Timi a parancsol. Mária. Itt vagyok. Köszönöm szépen. Kinga. Ezek a kínosság jelentek. Talán nagy legény vagy, barátom. Hát már, mondja, közös is távol vissza. Nagyon szeretje a jubokat ő. És ezt a többi ember is tudtam, hoztunk olyat, mint minden gyerekét, csak azt be fogjuk majd hozni, jó? Mert egy ilyen lejátszó. Ami zaj csinál. Még kint van baby, az is karácsony. Jó? Mindenkinek. Köszönjük, hogy köszönjük. Hát boldog karácsony nektek. Atyának köszönjük, hogy megtudhattuk, hogy drúszálni fognak. És a faluban van más Orbán is, vagy csak ti vagytok? Vannak. Ez az Orbán falu. Az anyja. Köszönjük szépen! Ez azt válom! Flóra, énekelsz a tanányoknak? Viszontzásul! Na, Flóra, na énekel! Nótás mit urát! Jön az ott jóval, hegedű szóval, szellúzítás, cizmát, telemát. Mindig elmondom, hogy igazából, tehát nem, a szegénység kérdés az nem anyagi kérdés, mert hogyha 1 millió magyar ember azt mondja, egy évben karácsonyra adok 100 forintot, a 100 millió forint, és az a meg lehet oldani Erdély összes ára gyerekének a gondját. Tehát nem, ez nem pénzkérdés, ez csak logisztika, és hogy mondjam, kicsi odafigyelés és szolidaritás kérdése. Köszönjük szépen a munkát, amit végzett, meg hogy a gyerekekről engedtek, tudhassunk. Áldott végés ünnepeket mindenkinek magának, mint a gyerekeknek is. Hát is, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehetünk igazán. Isten áldjon is. Igen, Isten áldjon tegyben is.